jaj, de soká, jaj, de régen. Jártam a körösi réten. Mi Dongóval mind a ketten a népzene felől érkezünk, viszont nagyon szeretünk szabadon improvizálni és beletenni egy olyan fajta személyességet, ami szerintem korábban is megvolt a népzenében, a népzene aktív felhasználóiban. Tehát ha egy néni énekelt, nem mindig ugyanúgy énekelte a édesanyám rózsafáját, szóval mi is így vagyunk ezzel, hogy nagyon szeretjük beépíteni az életet a zenébe, az aktuális pillanatokat, az aktuális teret, azokat, akik itt jelen vannak, szóval az egész egy picit ilyen nagyon személyes és közben közösségi is. Öreg anyád a padláson, üldögél egy tyúk tojáson, várja annak kikelését, azt a büdös teremtését. Ha az ördög olyan volna, talicskára tenne, mennél jobban vickándoznál, annál jobban vinne. Egy összeszokott duó több mint két évtized után nemhogy fél szavakból, de egy-egy tekintetből is megérti egymást. Paja Bea és Szokolai Dongó Balázs számára egy közös fellépés egyfelől rutin feladat ma már, amit csukott szemmel is könnyedén, a közönség számára mégis észrevehetetlenül profi módon levezényelnének. Másfelől viszont ezt a luxust sem ők, sem a zene nem engedi. Minden fellépésük egyedi, minden koncertjük eltér valamiben a másiktól, minden dalukat újra és újra elsőként élik át. Éppen ez adja minden mozdulatuk egyediségét, ettől válnak megunhatatlanná, végső soron ezért nem hagy nyomot rajtuk az elmúlt két évtized. 23 éve teljesen más mindegyik, pedig konkrétan 23 éve dongózunk, azt akartam mondani, duózunk Dongóval, vagy dongózunk így duóformában, és mindig más, és erre törekszünk is. Van persze egy ilyen törzsanyag, de mi nagyon szeretjük úgynevezett öntisztulóan tartani a műsort, hogy ez egy ilyen ürügy a közös zenélésre és a kapcsolódásra. Van például a Gergelyes, vagy a Rózsa, vagy a Duda 1, Duda 2 blokk, vannak ilyen, hogyha megnézed a setlistet. De azon belül mi történik, egyrészt igyekszünk egymást tényleg meglepni, másrészt meg mi magunk is így zenélünk, teljesen természetes módon, nagyon sokat zenélünk együtt, hogy mindig bekerül valami új, valami játékra hívás. Mikor Gergely legény volt, jaj, micsa szép legény volt, édes Gergelem, kedves Gergelem, a csipkefából botja volt, ő nékem szeretőm volt, édes Gergelem, kedves Gergelem. Gergely sütült, én táncoltam, jaj, be kedves lányka voltam, édes Gergelem, kedves Gergelem. Duóban egyszerre van mind a két vezetői szerep jelen, tehát néha a Dongói, néha az enyém. Nagyon megtanultuk ezt az ilyen oda-vissza labdadobálás zenében szinte észrevétlenül alkalmazni, tehát hogy én is tudok utána menni, ő is tud utána menni, utána jönni. Persze van egy olyan, hogy én vagyok a szöveges énekes, tehát én bizonyos értelemben néha viszem a prímet, hogy a dal meg tudjon születni. És azon belül a Dongó dongózik. Azaz így tényleg, most mutogatom ezt sokszor, én is megfigyeltem, de Dongóval zenéni tényleg ilyen, hogy így körülfon engem, és mint hogyha nem is csak egy ember lenne mellettem, hanem mintha egyszer egy egész zenekar itt ott lüktetne körülöttem. Fejjenetek, feteke, vajam amikám, talán legény szeretek, vajam amikám. Fejjenetek, feteke, vajam amikám, talán legény szeretek, vajam amikám. Balán legényt ne szeres, halljam amikám, mert az árnyékot keres, halljam amikám. Balán legényt ne szeres, halljam amikám, mert az árnyékot keres, halljam amikám. Ha még egyszer leány lennék, halljam amikám, megválogattam a legényt, halljam amikám. Ezt talán kevesebben tudják rólam, hogy én így kezdtem zenélni, sőt, még hangszer se volt, tehát az én első 10 évem a zenében az egyszál éneklés volt, hiszen mondjuk Paja Beácska Bagról, ha elképzeljük, 6 évesen készül az első népdaléneklési versenyére, és hát moldvai népzenei gyűjtéseket hallgat, egyszál éneket. Nénik, bácsik átívelve téren és időn,
oda csücsültek a szobámba, vagy legalábbis én kislányként úgy éreztem, hogy ők tényleg oda jönnek, és csak nekem énekelnek, és ez nekem annyira természetes volt, meg tényleg így a bőröm alá égett, meg azért ez zenei trükk is, szóval megtanultam nagyon jól díszíteni, nagyon jelen lenni minden hangban, hogy utána sorra megnyertem az énekversenyeket. Ez az egyik része. A másik, hogy nekem ez teljesség. Tehát az egyszál ének is teljesség, és dúózni pedig az maga a legszebb tánc. Szóval, hogy semmi nem hiányzik, hanem pont minden egy emelt kockázatú közös alkotás. Megfogadni magam örömére, s másnak bosszújára. Megfogadni magam örömére, s másnak bosszújára. Másfél év nagyon hosszú idő annak, aki a közönségnek él, aki a közönséggel alkot egy egészet, akinek a közönség a társa. Ilyen értelemben az előadó művészek számára a járvány alatti kényszerű leállás, a koncertek, a fellépések elmaradása nem is annyira anyagi, mint inkább lelki értelemben volt nehéz időszak. Paja Bea számára viszont éppen, hogy az újrakezdés lehetősége jelentett kihívást. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy hogy vagyunk mi zenészek, vagy nem csak mi zenészek, bárki ezután a világméretű gyász után, mert úgy hívom, hogy gyász, és aztán valami újra felépült, abból, mint minden befejezett gyász folyamat után, zárójel bezárva, de nagyon fontos volt. Szóval én nekem nagyon sokkoló volt a nyitás. Tehát a májusban elindultak a koncertek, és egy ilyen sündisznóbőrt húztam magammal, hogy jaj, hogy el akarok bújni, ugyanis annyira megszoktam azt, hogy én online tanítok, kurzusokat fejlesztek, tanítom a kreativitást, éneket tanítok most már online, dalszerzést, mint hogy hogyan tudunk a dalszerzésben átalakulni mélyen, szóval mindenféle ötletet kitaláltam, és nagyon érdekes volt az első hetekben, talán még hónapokban is azt mondhatom, ezt a fajta sündisznóságot érezni magamban. És mostanra, úgy a nyár végére, amikor végig zenéltem a nyarat, azért én látom, hogy hát én imádok énekelni, szóval, hogy ez mindig nagyon jó, és bármilyen állapotban vagyok, én aznap ott, csak az a kérdés, hogy 120 vagy 150 százalékot teljesítek, mert hogy a jelenlétem az biztos, hogy teljes lesz, és hogy azon belül zeneileg mi történik, az mindig picit mozog, de azért én ezt nagyon szeretem csinálni, egyre jobban, ahogy a korom megy előre. Szép szemű szeretőm, nézd a tél, elmúlt, nyílik a liliom, illat a szál túl a hegyeken. Ahogy a popzenészek a közönségnek játszanak, úgy a világzenei előadók inkább önmaguknak befelé. A zenében való elmerülés, a kiteljesedés az ő esetükben sokkal inkább lelki folyamat, ami befelé örvénylik és legbelül csúcsosodik ki. Ezt a csúcspontot látja robbanásként a popzenészek esetén, és éli meg érzelmi hullámként a közönség a világzenei előadók esetén. Én tudok olyan is lenni, hogy ő most csak a jóisten van, mert én azzal beszélgetek, bárki is a jóisten, a természet, a bármilyen hitrendszer szerinti valami nálunk nagyobb. Vannak olyan pillanatok, amikor ha te, mint hallgató engem nézel, vagy hallgatsz, becsukott szemmel egy ilyen másik világba elszálló lényt látsz. Ilyen is van, ilyen pillanatok is vannak, és közben teljes tudatában vagyok annak, hogy ami történik, az egy törzsi dolog, az egy közösségi dolog. Tehát én egyedül is nagyon jókat zenélek otthon, és akkor is tudok fölfelé beszélgetni, de együtt ez még erősebb. És ezért vannak egyrészt kimondottan közös éneklős pillanatok, vagy közös ritmus, groove csinálós pillanatok, és egészen végig teljesen tudatában vagyok annak az ilyen köldögzsinórszerű összeköttetésnek, ami a hallgatóim is köztem van, vagy köztem is dongó közt, vagy köztünk így körben, hogy ez egy teljesen tudatos dolog, hogy én ezt így a kicsit úgy is veszem, hogy bármennyire is ilyen személyes, individualista művészetnek tűnik, amit én csinálok, ez egy nagyon konkrét közösségi szolgálat. Tehát én képzeld el, ez lehetne egy következő kérdés, de elébe megyek, a nyáron minden, írd és mond, minden koncertem után sírva jöttek oda az emberek. Nagyon sokan, nem egy, nem kettő, hanem így azt a sok könnyező embert látni. Volt olyan, hogy fogtam embereket zokogva.
Szóval én azt gondolom, hogy a koncert, amellett, hogy szórakozás, egy nagyon fontos szelepe is az érzelmeknek. És ennek én egyrészt teljes tudatában vagyok, másrészt teljes felelősségét viszem, hogy nekem olyasmit kell nyújtanom, vagy olyasmit szeretnék adni az embereknek, a hallgatóknak, ami tényleg ilyen érzelmi szelepként is tud működni. Fogd a derekam, húzad így kezem, fogj engem, elej, tengeredben víz, te az vagyok, ki. Mindenkit másképpen is máskor csókol homlokon a múzsa, és mindenkit más alakban talál meg, és sokszor a legváratlanabb módon mutat utat. Paja Beát az életigenlés ihlette meg, méghozzá abban a pillanatban, amikor másokat a bezárás, a bezárkózás, az elengedés ölelt körül. Például a zenekari repertoárban pont felvettünk egy Élet című albumot, ha hiszed, hanem a zárás előtti héten. Az nagyon érdekes volt. És nem is gondoltuk, hogy mekkora aktualitása lesz egy Élet című dalnak, vagy egy Igen című dalnak, amely az önmagamra mondott igenről szól. Tehát abban a repertoár választásban biztos, hogy volt tudatosság is, például ahogy a mostani nyári setlisteket összeraktam. Itt Dongóval egy picit azt érzem, hogy mivel mi mind a ketten a népzene felől jövünk, mi szeretjük ezeket a pontokat úgy lerakni, megtartani, és amiben más, az az improvizáció, meg az összekötő szövegek. A szomszédom, ami nagyon rövid, mégis az embereket nagyon jól tudja abba az érzelmi állapotba behívni, amiből mondjuk egy-egy dalt én írtam. És ezt egyszerre a szomszédom mondta, hogy Bea, téged úgy kell hallgatni, hogy ilyen egy kis bölcsesség, egy kis zene, mert hogy annyira erőseket mondasz. És hogy nyilván, amit én mondok egy-egy dal előtt, az nem ugyanaz, hiszen az mindig aktualizálódik az által, ami velem történik. Úgyhogy ebben a műsorban, bár meg lesznek a régi biztos pontok, de biztos, hogy más hangulatban fogom tálalni, és mások az aktualitások, amire egy-egy dal a gyógyír. Ha este eljön, nevetek piros ruhában, őt várom. Ha este eljön, nevetek piros ruhában, őt várom. Akarja most a kezemet, de én csitítom, még várjon. Mert én bizony nem sietek, hisz úgyis ő lesz a párom. Honnan jön ez ihlet? Egyrészt nagyon örülök, ha jön, mert hogy ez van az emberekben egy ilyen kép a művészről, hogy mindig jön az ihlet, és minden reggel meglátogat, elárulom, hogy nem, a művész is dolgozik, művész munka, tehát én nekem attól vannak dalaim, hogy leülök, és nagyon sokat írok, és nagyon sokat improvizálok dalamokkal, és babrálgatok ezzel a sok munkafázissal. De ha van ihlet, az nagyon gyakran emberi viszonyok, tehát ugye én rólam azért lehet tudni, hogy a válásomat is albumba írtam, a gyerekeim születését is albumba írtam, aktuálisan azt, hogy sokkal erősebb és hangosabb az az igen, amit önmagamra mondok, a saját érzéseimre és gondolataimra, és nem hagyom, hogy bárki érvénytelenítse. Ezt is dalba írom, tehát azért rólam lehet tudni, hiszen beszélek én is róla, hogy az, ami velem történik, az gyúródik dalba. Tehát ilyen szempontból az én saját érzékenységem egyfajta ilyen múzsa, tehát egy ilyen nagyon érdekes, ilyen, mint a szemüveg, amin át a világot nézem. És hát ezen túl pedig maga a világ, tehát az engem körülvevő tájak nagyon sokszor, a testem változásai, mint belső táj, a gyerekeimmel való viszony, az egy állandó ilyen forrás, két lányomon, a párommal való viszony, a barátságaim, az, ami történt az elmúlt másfél évben, mint világméretű transformáció. Egyébként erről is nagyon jó kis vázlatokat termeltem már, úgyhogy mi lehet, hogy erről is reflektálok. Nem lehet, biztos, csak nem tudom, mikor pontosan. Az aktuális dalszerző sorozatunk például a Tüzes dalok. Ez egy duó sorozat Lisztes Jenő cimbalmossal, amely egy ember átalakulását követi le, de mindegyik úgy kezdődik, hogy tüzet viszek. És felező nyolcasban tüzet viszek, da-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 da, amelyre a gyerek dalra hajaz. Csak mindig más a szöveg, és más a fázis. Ti-ri-ti-ti,
nap nyugszik, hult felé, Liliana hercegnő szemére álom jó. A világot csak a saját szűrőmön tudom látni. Tehát én nem szoktam a világról kijelenteni dolgokat, mert nincs olyan, hogy a világ az igazsága. Sok személyes igazság tevődik össze, és néha ide tolódik az egyensúly, néha oda. De az én célom az, hogy tudjunk beszélgetni, és tudjunk kapcsolódni, akár a zene által, vagy például van egy Facebook csoportom, ott már lassan 2000 ember megtanult úgy beszélgetni, hogy nem bántják egymást. A tiszteletben tartott határok, a pontos, sem megfogalmazott szavak, ez nagyon érdekes szigete az internetnek, hogy különböző vélemények ellenére emberi hangnemben beszélgetnek, melegséggel valódi megosztások történnek, nagyon büszke vagyok rá, ez az igen csoport. Szóval persze magamat mesélem el, de a magam az olyan, hogy paja be a vállásám, mert ki nem tolja le, már lassan én is alig emlékszem rá, viszont az, amit én találtam, mint orvosság azáltal, hogy megírtam 11 dalt erről, na az már sokkal érdekesebb, hogy arról, ki mit gondol, hogyan kapcsolódik be. Az én rajongóim már nem azt mondják, hogy be olyan csodálatos, vagy, hanem az, hogy be a... De jó, hogy ezt megírtad ezt a dalt, mert én is át tudtam alakulni vele, és ez sokkal izgalmasabb nekem. Ezért nem vagyok popstár, viszont vagyok egy olyan ősi énekes, vagy annak a hagyománynak a továbbvitele, aki tényleg, ahogy mondod, magát énekli ki, de a mélyben ez sokkal többről szól, hiszen olyan mélyre megyek a saját lelkem bányájában, hogy érintem a közös tudattalan réteget, ahol meg mindenki hasonlít. Szeretni akarunk és szeretve akarunk lenni. Fekete szárú cseresznye. Rab vagyok érted, virágom, rab vagyok érted, virágom. Sokszor van olyan, hogy én szívesebben maradnék, vagy egyedül, vagy csak a zenészeimmel, akivel ez a szerelem megtörtént, ez a közös alkotás, tehát az néha azért, ha visszahoztuk ezt a sündisznót, azért ott néha van, hogy egyébként én sündisznó bundába vagyok, de tudom, hogy ez még a játék része. Úgyhogy ez nagyon gyakran egy ilyen döntés, hogy én most akkor még ott a közönséggel vagyok, mert tudom, hogy mennyit számít. És mondjuk, ha én el tudnék még menni egyszer Joni Mitchell koncertre, akkor én is nagyon örülnék, hogyha annak ellenére, hogy sündisznóbőr van rajta, három szót váltanánk, vagy egy tekintetet, és tudom, hogy ez életeket tud utána felemelni, megváltoztatni, hogy itt ti is mondtatok, mielőtt elkezdtük az interjút, pár ilyen meghatározó dolgot, hogy ezek sokkal többet adnak, mint amennyi energiába tőlem kerül. Piciny vagyok, de vikedvű, gyenge csókom, de jó ízű, nincsen az a csók jó ízű, hely kivégtére nem keserű, nincsen az a csók jó ízű, hely kivégtére nem keserű. Nem voltam én addig beteg, míg babán nem szerettelek, de mióta úgy szeretlek, hely lelengemelt a nagy hideg.